Nyeregve szállunk, hogy az országúti kerékpárosok hegyi országos bajnokságát járjuk körbe. Círák István nagy harcban nyert a parát Kékestető közti viadalon. Ő a vendégünk, meg Lovasi Krisztián kerekestárs és Stubán Ferenc szövetségkapitány csapatvezető. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Milyen verseny volt ez? Mennyire volt nehéz? Elég szoros volt. Hát igen, elég szoros volt a verseny, mivel 17 kilométer volt az ösztáv, és így az állóképességbeli különbségek és az elmúlt hónapok versenykilométere igazából nem adta vissza az erőkülönbséget. Ha hosszabb lett volna, akkor szerintem nagyobb fölénnyel tudtam volna nyerni. Igen? Igen. Ennek a pályának, ennek ahol ugye ez a parát kékestető, ennek mi a jellegzetessége, mennyire nevezhető nehéznek? Szerintem hát Mátraházaig ilyen viszonylag lehet haladós tempót menni, onnan viszont egy kicsit keményebb. Ugye ahogy amikor fölkerülünk Mátraházától Kékestetőre, akkor egy olyan 8-10%-os meredekségű az út, onnan azért kicsit bonyolultabb, mint odáig. Uh-huh. Ez jól sikerült ez a felkészülés, Ferenc? Hát a felkészülés az jól sikerült, ahogy István is említette. Ez a táv azért nem felel meg a mi profilunknak, ugye országúti versenyzők révén 4-6 órás versenyekhez vagyunk hozzászokva, ez egy alig 40 perces, illetve még nem is volt 40 perc. Úgyhogy örülök a győzelemnek, de valóban nagyobb különbségek lettek volna, hogyha egy komolyabb távon mértek volna összetudásokat a srácok. Igazából ez a táv, ez az országúti hegyi, ez egy kiegészítő tevékenység, nem? Igen, ez egy tradicionális bajnokság, évtizedek óta megrendezik így, szezon végén ki tud fölmenni egy adott hegyre a leggyorsabban, de nekünk az Europe Tour versenyeken a táv ilyen 140, 150 és 200 kilométer között van. Azok az igaziak. Azért is kell kérdezni az uraktól, mert nem mindegyikük feltétlenül csak országúti, hanem valaki pályaversenyeken is bizonyított. Igen, én úgymond fiatal korom, amíg ilyen most vagyok túl idős, de egy pár évvel ezelőtt még azért elég sokat versenyeztem pályán. A legfőbb eredményemet ifi koromban pályán értem el egy világbajnoki 5. helyezéssel, utána az elmúlt 3 évben nyergeltem át az országúti részre, de... Miért? Hát a Magyarországon nem az igaziak a feltételek ahhoz, hogy egy normálisan föl lehessen készülni egy világbajnokságra, egy világkupára a pályán, mivel hogy nem rendelkezünk 200 méteres fedett fapályával, esetleg 250 méteressel, csak a millenárisunk van, ami viszont ott szerintem viszont nem lehet rendesen fölkészülni egy ilyen versenyre. Ferenc, mennyire stabil és jó a háttér a csapat mögött? Hát a hátterünket ugye minden évben úgy rakosgatjuk össze, tehát a költségvetést. Ebben az évben sikeresen megvívtunk egy olimpiai kvalifikációs stratégiát, tehát egy kvótát szereztünk a nemzetnek. Hát a szponzoraink 95%-a külföldi. Hát azt kell mondjam, hogy sajnos, mert hát ez olyan, mint a kutya vacsorája. A Magyar Szakági Szövetség maximálisan támogatta a koncepciónkat, ennek meg lett ugye az eredménye az egy olimpiai kvóta, de hogy hogyan tovább, az azon fog múlani, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban hogy tudjuk megerősíteni a csapat szponzori hátterét, hiszen a december 10-i határidővel újra be kell jegyeztetnünk a csapatunkat a Nemzetközi Szövetségnél, és januártól el kell kezdenünk edzőtáborozni, illetve versenyezni a sikeres olimpiai szereplés érdekében. Az a legfontosabb, most minden annak van alárendelve. Igen, tehát a jövő év az egyszer egy olimpiai részvétel lesz, illetve nekiugrunk, hogy annak, hogy 3 versenyzőt tudjunk delegálni a szeptemberi világbajnokságra. Idén csak egyet sikerült, tehát megpróbáljuk jövőre, hogy 3 fő indulhasson újból, mert 2008-2009-ben sikerült elérnünk, és hát a legfontosabb kiválasztani azt az egy főt, aki a legjobb formában lesz az országúti versenyzők közül, hogy Londonban méltóképpen képviseljük a magyar nemzetet. Urak, hogy fog ez a kiválasztás zajlani? Hát nemzetközi versenyeken fogunk részt venni mindenképpen külföldön,
válogatott, illetve csapat színekben, és ott fog eldőlni ezeken a versenyeken, hogy ki lesz a legjobb formában, és hogy ki fog indulni az olimpián. Te minden esetben nem vagy rossz formában. Székelyföldi körverseny, Salgókupa, pörög a kerék most, nem? Hát igen, bár a székely körversenyen történt egy kis baleset az első nap, de már ott nem voltam rossz formában. Most már jó formában vagyok, köszönhetően annak, hogy 2.1-es versenyeken tudtam indulni Olaszországban. Lovasi Krisztián az év első felébe volt kimagasló a jó formában. Én most szerencsére jó formában tudtam kerülni a szezon végére, úgyhogy ez így szép, hogy kiegészítjük egymást. De hát az uraknak meg is kell akkor küzdeni majd. Igen, de hát meg kell küzdenük egyértelmű. A versenyeken nem lesz vita közöttük, mivel Krisztián a sprinteken jó, Pisti a hegyek között. Ezzel nagyon jó kiegészítjük egymást, tehát ugye a pontok azok nagyon fontosak a jövőben is, ugye a világbajnoki szereplés miatt, de ugye az nagyon fogja hajtani őket, hogy valakinek jobbnak kell lenni a másiknál. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy nyugodtan ereszél sörpoc, akkor úgyis te indulsz az olimpián, annak semmiféleképpen nem lesz jó eredménye. Tehát az menjen, aki a legjobb formában lesz, és akkor így nem lesz gond a szereplése sem. Akkor majd a döntést azt meg kell hozni a vezetőknek? Így van. Tehát itt nem arról van szó, hogy névre szóló megnézzük, hogy valahol egy eredményt elért, hanem ebben meg lesz az a szubjektív vezetői, sportvezetői, edzői döntés, hogy benne vagy benne érzem most a lehetőséget jobban, a formát. Így van. December 15-ig bezárólag az elnökséggel közösen ki fogjuk dolgozni a válogatási elveket, de az biztos, hogy nem az utolsó pillanatig fogjuk túráztatni a versenyzőket, tehát valahol május második felében, vagy május közepében ki fogjuk mondani, hogy ki fog részt venni az olimpián. Ugye egy 6-8 hetes felkészülés azért kell az olimpiára. Nem lehet az utolsó pillanatig 100% közelébe terhelni a versenyzőket, és hát az addig lévő versenyeken kell megmutatni, hogy ki az, aki a legjobb formában van. Hát ehhez viszont el kell kezdenünk nagyon komolyan dolgozni már december elejétől, illetve januárban már edzőtáborokon és esetleg versenyeken kell szerepelni ahhoz, hogy megfelelő megfelelő szintre tudjuk készíteni a srácokat. Krisztián István, ebben a felkészülésben ti úgy versenyeztek egymással, hogy segítenetek is kell egymást, nem? Igen, pontosan. Ezért a válogató versenyeken is nem egymás ellen fogunk küzdeni, hanem egymásért. Ez hogy néz ki? Edzéseken támogatni a másikat, együtt dolgozni folyamatosan, aztán közben egyszer majd valakinek nyerni kell. Valakinek majd együtt készünk, de mivel ugye Pisti a hegyeken jó, én viszont a sprinteken vagyok jó, az attól függ, hogy milyen versenyeken indulunk. Valószínűleg azokon a versenyeken, ahol sprintbe futó várható, ott a Pisti nekem fog dolgozni, viszont a hegyesebb versenyeken, a dombosabb terepen meg én fogok segíteni a Pistinek. Ezek már olyan képességek, olyan adottságok, amiken nem lehet és nem is kell változtatni, hogy ki miben jó, így van, hanem abban a specialitásában kell jobban kiteljesednie. Hát valamilyen szinten lehet ezen változtatni, meg javítani, de nem leszek sprinter, és Krisztián nem lesz hegyi megyő. Nem, még jóslata sincs jelen pillanatban. Hát meg kell vizsgálni pontosan az olimpiai pálya vonalvezetését, és hát, ugye lehet egy sprinter is jobb formában a dombos versenyeken, vagy egy hegyi menő is jobb formában egy sík versenyen, tehát itt mindenkinek a saját magából kell kihozni a maximumot, és az alapján mondom ezt még ki kell dolgoznunk a válogatási elveket. Az a lényeg, hogy nagyon motiváltak legyenek a srácok, és valóban a megfelelő döntést hozzuk annak érdekében, hogy Londonban a legjobb formában lévő magyar versenyző álljon rajthoz. Végére értünk, urak, csak egyetlen egy mondat.
Londonban bárki lesz ott, mi a jó eredmény ott a magyar kerékpárnak? Szerintem, aki az első sorra be tud jönni, az teljesen kiváló eredmény. Azt mondom, aki az első 50-be be tud jönni egy olimpián, az már teljesen tökéletes. Aláírod? Igen. Hát akkor jó felkészülést, és amikor meg lesz a válogatás, ha addig nem is, akkor találkozunk újra. Köszönöm szépen. Köszönjük.